A DK ifjúsági szervezete és az Együtt PM is tiltakozott a felcsúti stadion beruházás ellen a múlt héten az átadást követően a helyszínen. Az Együtt PM társelnöke felháborítónak nevezte a 3,8 milliárd forintból a falu lélekszámánál nagyobb befogadóképességű Pancsó Aréna felépítését. A kormánytól azt várja, hogy kérje vissza a Puskás Akadémiától a pénzt a szükségtelenség miatt. Szigetvári Viktor a vendégünk az érveikkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most kezdjük ott, hogy most komolyan van egy focikapus volt miniszterelnök, és van egy focibarát mostani miniszterelnök, akinek a falujában stadion épül. Nem lehetne egy kicsit toleránsabb a focistával? Biztosan lehetne, szegény Bajnai Gordonnak egy komolyabb sérülés megakasztotta az igazolt sportolói karrierjét, hiszen a tévénéző is tudhatják, hogy nagyon szétrúgta egy fiatal sportoló az órát, ami hát hosszú ideig megakadályozta a védést, bár ha szabad ennyit mondanom, május 1-én a Szabadság téren lehet Bajnai Gordonnak gólt lőni, mert ott tartjuk május 1-i rendezvényünket, tehát ott visszatér a kapuba. Komolyra fordítva a szót, nekünk nincsen egy átfogó sportellenesség, nagyon fontosnak tartjuk még az utánpótlás nevelést, sőt, a sportinfrastruktúra fejlesztését is fontosnak tartjuk. Tehát itt érdemes, amikor a politika bekeveredik a sport világába, ahol szerintem jobb, ha óvatosan lépd el, akkor nagyon célzottan fogalmaz meg kritikát. Mi csak annyit mondunk, hogy ott ezt a stadiont ebben a formában talán nem kellett volna megépíteni, hiszen magam, aki ritkán megyek meccsekre, futballmeccsekre, bár kézilabda mérkőzésen vagy vízilabda mérkőzésen inkább előfordulok, azt gondolom, hogy az az aréna abban a formában túlzás, és mi csak ennek adtunk hangot kollégáimmal, mert azért most politikusként Sport TV stúdiában az el kell mondanom, hogy alapvetően nyilván a vereségnek az értékelésével van feladatunk, de ez ettől még elmondandó volt. Na most ez azt jelenti, hogy ilyen tiltakozó akciót például az új ferencvárosi vagy az új debreceni stadion előtt biztos, hogy nem csinálnának. Nyilvánvalóan ebben az ügyben, ha engem a véleményemet kérdezi, szerintem Magyarországon UEFA licenszelt stadionra bőven elég volna egy-kettőre szükség, hiszen sajnos nem tartott még a magyar versenysportnak a labdarúgás része, hogy rendszeresen lehetne nemzetközi kupamérkőzéseket tartani. Én sokat járok Debrecenben, kiváló képviselőjelöltünk volt, gyönyörűnek tartom azt az arénát, amit ott felépítettek, de közben hallom azokat a híreket is, hogy piaci alapon üzemeltetőt nagyon nehezen találtak annak a stadionnak. Végül, hogyha jól értettem a múlt heti híreket, egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság oldja meg, a végén kétség ne legyen a maga meg az én adófizetői pénzemből annak az üzemeltetését. Én szerintem túl van fejlesztve, túl lesz fejlesztve a magyar sportinfrastruktúra. Például a Puskás stadion teljes rehabilitációjával, vagy teljes átalakításával, most a budapesti Puskás stadion építésével. Abban nekem semmi problémám nincsen, szerintem az teljesen rendben van. Kicsit túlzásnak érdem ezt az ügyet, az viszont egészen biztos, hogy ebből az egész keretből kilóg a felcsúti stadion, amely egy teljesen abszurd helyzet, amikor a település lélekszámánál nagyobb méretű stadiont építenek. Ráadásul nekünk meggyőződésünk, hogy ezt úgy teszik közpénz felhasználásával, hogy közben ebben egy nagyon keleties modell érvényesül, rejtett, néha miniszterelnök által nyíltan felvállalt befolyásolás gazdasági társaságokra. Szerintünk ez nincsen rendben, de hangsúlyozom, nem általában kérdőjelezzük meg sem az utánpótlás nevelési programokat, sem azt, hogy a magyar államnak a sport területén van szerepe. Amikor a felcsúti stadion építetői és építői azt mondják, hogy abban egy fillér közpénz sincsen, és amikor az ellenzék, a kritikusok azt mondják, hogy ez bizony úgy, ahogy van közpénz, akkor oldjuk fel ezt az ellentmondást. Itt a társasági adókedvezményről beszélünk, igaz? Amit lehet így, vagy úgy, vagy próbálják így, vagy úgy értelmezni. Hát itt ebben a tények beszélnek, én Szőlősi Györgyöt tisztelem, ezt ő elmondta egy interjújában, hogy mi ismerjük egymást, valóban ismerjük a gimnáziumban, ő fölöttem járt egy évvel, és együtt rúgtuk a bőrt a kis tornatermében a Pierista gimnáziumnak, ami nem volt sokkal nagyobb, mint ennek a stúdiónak a mérete. Ennek ellenére szerintem ő ebben téved, egyértelműek a tények, ebben az ügyben a magyar kormány az Európai Uniót, az európai kormányzás fejét úgy tájékoztatta, hogy ez egy közpénz, hiszen adóbevételtől esik el az állam. E tekintetben ugyanúgy közpénz, mintha ön vagy én az 1%-os felajánlásunkat egy rákbeteg gyermekeket segélyező alapítványnak ajánljuk fel, vagy akár nem tudom én, sportcélra, elesik az állam attól az 1%-os bevételtől. Ugyanezt történik a társasági adóban, ez közpénz. Szerintem egyébként közpénznek van helye, akár stadionfejlesztésben is, erről a kormány dönthet. A milliárdokról lehet vitatkozni, hogy mennyi, szerintem túl sokat költött tavaly meg idén erre a kormány. Ebben a megoldásban az a probléma, hogy maga a miniszterelnök vállalta fel büszkén, hogy talán ő már miniszterelnökként el tudja írni, hogy nagy gazdasági társaságok emide meg amoda áramoltassák ezeket a pénzeket. Mi ezt vitatjuk,
nem azt általában, ami ezen a területen történik. Mit gondol az, hogy Orbán Viktor ennyire szereti a futballt, és a saját lakhelyén, ahol fölnőtt, felcseperedett, ott egy ilyen stadion épül, ebből miért nem lett sokkal élesebb kampánytéma, és miért nem lett olyan szimbólum, ami mondjuk ezen a választáson, hát hogy mondjam, legalább minimálisan megkarcolja a győzteseket? Nyilván ebben az a folyamat, amit mi megkezdtünk Bajnok Gordon pártszövetségében, hogy meg kell vizsgálni, hogy miért vesztettünk, ez is része ennek, hiszen rengeteg ilyen ügy volt, és jogos az ön kérdése. Lehet, hogy a kampányunk volt rossz, lehet, hogy én politikusként, hogy nem másnak a házatáján sepregesek, tettem rosszul a dolgomat. Az egészen biztos, hogy ezek a szimbolikus ügyek azt hiszem, hogy nem döntik el egy választás ügyét, jól jellegeznek egy döntést, de közben azért nyilván a megélhetés, az, hogy milyen országról szóló víziót kínál egy ellenzéki párt, az sokkal nagyobb mértékben, sokkal nagyobb súlynyom alattban. Ebben az ügyben szerintem önkritikusnak kell lennünk. Egy biztos, szerintem ez a stadion egy hiba, egy túlzás Orbán Viktor részéről, amit még jó érzésű polgáremberek és olyan emberek, akik akár szimpátiával figyelik Orbán Viktor működését, talán túlzásnak tekintenek. Nem hiszem, hogy azon múlt a dolog a kampányban, azt azért látjuk, hogy ebben az ügyben mit mondtunk, ennél sokkal súlyosabb baj van a mi oldalunkon a politikában. Viktor, ha már ez a stadion áll, akkor innentől kezdve mi legyen vele? Mi az álláspont? Tehát mondjuk vegyük azt, hogy ha, tehát tegyük föl, most az ellenzéki pártszövetség kormányra jutott volna, amikor ez megtörténik, akkor még néhány kapovágás hiányzik. Mit csinált volna ezzel a stadionnal? Állami karrierem elején dolgoztam piacon és államban is, akkor én a sportminisztériumban dolgoztam, és azt tanultam meg ott szakértő emberektől, hogy sportinfrastruktúrát létrehozni, ha nem is könnyű, de hát egyszerűbb dolog, mint azt üzemeltetni, hiszen ki kell fűteni az uszodát, ki kell fűteni azt a vívótermet, és nem mondom a leckét fel. Ebben az ügyben azt gondolom, hogy a Puskás Akadémia nyilvánvalóan Orbán Viktor kapcsolatrendszerén keresztül, és ebben van olyan dolog, ami még egy demokráciában is elfogadható, hiszen egy tekintélyes ember, egy nagy vállalatvezető, ha visszavonul, és utána ne értse félre a hobbiának, szentel az életét, biztos tud erre szponzorpénzt szerezni. Bajnai Gordon, amikor visszavonult a politikától, a Hazai és Haladás Alapítványnak szerzett szponzorpénzt, szociálpolitikát kutattunk, meg társadalompolitikát, kinek-kinek sorsa szerint arra szerez pénzt a ismeretségi köréből, az üzletvilágából, vagy támogatóktól, amire bír. Orbán Viktor szerintem meg tudja oldani majd a Puskás Akadémiának az üzemeltetését. Egy dolog biztos, a sportinfrastruktúrának ezen részének üzemeltetésében szerintem az államnak nem kell szerepet vállalni. Mi azt javasoltuk, nyilván semmi reményünk nem volt, hogy ezt a kormány be fogja tartani, hogy ezt a túlzott adókedvezményt követelje vissza, és hogyha annyi támogatója van a Puskás Akadémiának, akkor legyenek kedvesek visszavásárolni most idézőjelben azt a stadiont. Ebben az ügyben én egy dologban bízom, hogy államnak nem kell ebben a stadionban több pénzt rakni. Sajnálatosnak látom egyébként, hogy majd inkább a Fradi stadionban, vagy hát a példák alapján a Debreceni stadionban nyilván rejtett csatornákon keresztül, de jelen kell lenni az államnak. Minden esztétikai szépségük ellenére, ezt kell, hogy mondjam. Ha már volt itt egy javaslat arra, hogy a kormány kérje vissza azt a pénzt, akkor mondjuk játszunk el azzal a gondolattal, hogy most ezt a kormányt a jelenlegi ellenzéki összefogás dominálja, akkor ezt technikailag hogyan lehet megcsinálni, vagy hogyan lehetett volna megcsinálni, vagy hogyan lehetne megcsinálni? Nyilvánvalóan erről szerződéses feleknek kell tárgyalniuk, tehát ebben az ügyben én alapvetően pusztán azért, mert van egy kritikám, indulatom egy konkrét intézménnyel szemben, azt nem szabad jogállam ellenes úton elérni, tehát nyilvánvalóan nem a pénzcsapok azonnali elzárásáról van szó. Támogatja az állam az utánpótlás nevelést különböző csatornákon. Hangsúlyozom, hogyha ebben helyes arányok vannak megtalálva, a vízilabda, a kézilabda és más egyébként, hogy mondjam, nemzetközi szempontból még akár sikeresebb sportágaink szempontjából, akkor én rendben levőnek tartom. Talán néha kicsit túl sokat költünk a futball utánpótlás nevelésre, de az egészen biztos, hogy valamilyen jogszabályszerű módon ezt vissza lehetett volna szedni, de egy dolgot biztosnak tartok, hogy ez a kérdés nyugvó pontra jutna valamilyen módon, nem tudom, hogy mondjuk már rendezték a teljes támogatását ennek az építésnek, akkor ezt lehetett volna rendezni. És azt kérdezem meg így a vége felé, hogy általában is, ahogyan ez a kormányzat a sportpolitikához áll, ahogyan a költségvetés a sportra költ, annál mondjuk az Együtt PM összegészében kevesebbet költene sportra? Többet költene sportra, ugyanennyit költene sportra. Van olyan terület, ahol szerintem relatíve könnyű a nagyon megosztott magyar politikában konszenzust vagy konszenzus közeli helyzetet létrehozni, az talán éppen a sport területe, hiszen itt nagyon erős társadalmi szervezetek vannak, és az most ebben én zárójelbe rakom, hogy egyébként Győr polgármestere, Fideszes polgármester is mellette egyébként a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak a vezetője, a Magyar Olimpiai Bizottságnak a vezetője, ebben ő egy nagyon széles közeget képvisel. Tudjuk jól, hogy a sporttörvény legutóbbi módosítása a
korábbi évtizedes státuszkóhoz képest átalakította a sportfinanszírozás rendszerét. Én alapvetően azt gondolom, hogy a struktúrán, a szerkezeten nem érdemes ebben az ügyben változtatni. Hogyha a magyar sportvilága el tudta fogadni a MOB-nak a domináns szerepét, míg korábban ezt nem fogadta, akkor szerintem nincs olyan bármilyen színű kormányzati többség, ha mondjuk kormányváltás következne, hogy ezt felülírja. A súlyokon, az arányokon talán lehet változtatni. Szerintem egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy a kontinentális európai modellek, mondjuk szemben Új-Zélanddal, ahol még a sztori szintjén hallja az ember, hogy a olimpiára utazó sportolók maguk fizetik a repülőjegyeket, ehhez képest egy másik irányba mozdul el, hiszen mondjuk az Egyesült Királyság, amely egy nagyon szigorú költségvetési politikával működő kormányzati szintű függetlenül ezekben konzervatívabb ország, az elmúlt évtizedben felismerte, részben csak a londoni olimpia hatására, hogy igenis az államnak van ebben szerepe. Szerintem ebben közel lennénk egy megállapodáshoz ebben az ügyben, én ebben egy dolgot látok túlzásnak, a nagy fenntartási igényű labdarúgó sportinfrastruktúra túlfejlesztését, szerintem ennyit nem tud az ország fenntartani, ha én most emiatt egy sporttévé stúdióban népszerűtlen vagyok, akkor én ezt felvállalom, nézzük meg az uszodákat, nézzük meg a tömegsportintézményeket, nézzük meg, hogy abból a pénzből, amelyet egyébként sok 10 milliárdot erre az állam elkölt, akár a felét, harmadát eltenni üzemeltetésre az elkövetkező évekre, és célzottabb, pontosabb infrastruktúra fejlesztést végrehajtani, miközben az utánpótlás nevelés történt, szerintem nincs vitán. A végére értünk már csak annyi, hogy amennyiben tehát mondjuk felcsúton, mint ahogy most legutóbb, amikor a Videótontól kikaptak, és lényegében teltház volt, 3800 néző, előtte volt egy ugye Puskás Akadémia Real Madrid mérkőzés, jó, avató mérkőzés volt, teltház volt, hogyha mondjuk egy év múlva ugyanígy teltházban minden meccsen, akkor majd lehet felülvizsgálni az álláspontokat, ha így lenne. Hát, hogyha fizető nézők vannak, szerintem az a gazdaság igazgatóval beszéljük meg, és örvendjünk ennek. Azért sajnos, amennyire én követem a magyar labdarúgó mérkőzések, NB1-es labdarúgó mérkőzéseknek a látogatottságát, kevés reményünk van ebben. Hát igen. Egy dolgot tartok ebben fontosnak. Szerintem ebben a konkrét ügyben egy túlzott, pöffeszkedő magatartás van, amelyet mi addig fogunk kritizálni, ameddig létezünk, és ettől függetlenül, hogy mit gondolunk a sportpolitika más részeiről. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.